Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket. Folytatjuk a The Looker-t. Ha minden igaz, átvágtam magam a múltkori adásban, és azért nem találtam meg, hogy merre kell menni. Úgyhogy szerintem most tovább fogunk tudni haladni, és remélem mentett. Nem előről kell kezdenünk. Ugyanis egész jó pofa. Oké. Mentett. Egyebár legutóbb tudunk futni, ugyebár ide nem jutottam föl, mert ez nem nyílt ki. Mindezt azért, mert ha minden igaz, akkor van itt még lent egy elbújt megoldásra váró. Illetve most tesztelem azt is közben, hogy változtattam a felvétel minőségem fölfele, hogy elbírja-e a rendszer a MacBook Pro. Ez egy régi 8 éves gép, szóval, illetve már 9, hogy nem a legújabb technika van benne. Bár ide be tudunk jönni, föl tudunk jönni. Ez itt nincs megcsinálva. Amihez ez vezet majd le. Ez fogja bekapcsolni majd azt a Snake gépet. És ha minden igaz, annak ott fönn ki kéne nyílnia. Amihez erre nem. Kicsit futkározunk, megkeressük azt a helyet, amit nem csináltam meg, mert igen, itt a intgomb van. Az előző részben ugyebár már végighallgattuk a dumáját neki, hogy ő sem nem van. És ha minden igaz, akkor most errefele kell tudnunk eljönni, ha minden igaz, és akkor itt tudunk. Itt kell megcsinálnunk megint az egészet, ugyanis nem csináltuk meg a múltkor, bár azt hittem, feltéve ha megtalálom, igen, ide kellett jönnünk, a könyvek nem mondanak semmit, és akkor itt, ennél ez kell. Egy. Már elviekben, ha lapoz, akkor ő azt megadja. Viszont lehet, hogy bugba futottuk az előző részbe, és úgy kaptuk meg a megoldást, hogy közben az nincs. Közben a Jimmy-ke meg van örülve a háttérbe. Kint dohányzik az ennyi, aztán akar hozzámenni. Ha? Értelmeset. Így. És ennél volt az. Gyere, jövünk. Miért akad az egerem? Erre. És ennél volt egy olyan, jelviekbe ez, majd ez, de nem, pillanat, le kell takarjuk az egér alját, mert valamiért, bár nincs egérpadon, csak a étkező asztalon van, a laptopod itt van kint, a jelviekbe 1, 2, 3, 4, nem, akkor itt valami bug van, mert akinél megnéztem, hogy ez itt miért nem sikerül nekem, vagy nem, várja. Így, és
hiszem. Itt van háromszög, itt van négyszög, itt van sokszög. Szóval elhűjek be, ha ezzel lejövünk itt. Ide, meg ide. Akkor nem fogadja el. Ha ide jövünk a legszélére, hogy még véletlenül se legyünk abba benne, akkor se fogadja el. Kihagyjuk mindenkit, se fogadja el. Na itt van háromszög, bárhonnan nézem, három csúcsa van. Itt van négy csúcs. Itt meg sok csúcs. Vagy... Nem, nem tűzzük ki. Te oda. Neked. Csak úgy be semmi. Csak így se. Ennek meg úgy sok értelme nincs, mert az úgy fordított. Csökkenő sorrendben pedig ez lenne, ami nem jó. Oda, 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 oda. És oda, amit el se fogad. Hogy nincs összekötve, úgy. Elviekben mentve vagyunk, akkor folytassuk. Arrább jövünk. Szerintem lebagoltunk, mert elviekben ezt a szögek száma szerint kéne megoldani. Így. De nem megy. Most meg elfogadta. Miben változott az egész? Semmiben. Ez meg ugyebár sorra adja magát a szögszámokkal köszönhetően, mert start 0, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és N. Szóval, ha más nem, ez ráviszi az embert arra, hogy mi a megoldás. Viszont akkor ez alapján már korábban is sikerült. Úgyhogy, I don't know, hogy miért nem. Hol törtünk meg? Ez itt megvan, jobb találkoznak. Ők is megvannak. Ők is. Na, hol érzékeli azt, hogy nem van haverság? Itt? Nem itt. Úgy. És ez vissza is adott az elejére. Most azt nem tudom, hogy ezt megoldva kell-e hagyni. És így lesz nyitva. Minden esetre elviekben ezt akkor megcsináltuk a múltkor jól. Így nem emiatt buktuk el azt, hogy az ott nem nyílt ki. Most az elejétől nem akarom újra végig inni, de van egy ilyen érzésem, hogy valahol bugba futottunk, és azért nem jutunk előrébb, mert nem hajlandó a játék meg azt mondani nekünk, hogy az ott fönn kinyíljon, pedig ki kellene. Ahogy itt lent semmi nincs, és elvégben ott fönt annak nyitva kell lennie, de lehet, hogy ettől függetlenül kell nyitva lennie, mert ezt megoldottuk, ugyebár startú end, ezért is van nyitva a kapu, bent is megoldottuk a kis rejtvényeket. És az igazság az, hogy ennek itt fönt ki kéne lennie nyitva, mert minden feladat teljesült hozzá.
De itt nincs semmi. Felvételt úgy látom bírja a gép rendesen, szóval ebben nincsen gond. Ezek itt tovább haladtak, tovább vannak. És... ami ott kezdtünk. Eljövünk ebbe az irányba. Út. Ezt kinyitottuk. Itt volt a bú. A fordulj meg kategória. Itt volt fegyverünk, amivel ő ijesztegetett itt minket, hogy bú, amire argument is járt. Ezt átlőttük, átjöttünk. Remélem az nem bogosított be. Ez, hogy itt piros, ez így jó. Ezeket itt végighallgattuk. Ezt itt megcsináltuk. Ebbe az irányba ennek kellene bekapcsolnia lennie, hogyha azt ott a túloldalt megcsináljuk. Ugyanis az küld át ide jelet, amivel ez itt bekapcsol és tudunk tovább haladni. Viszont ez a rész nekem itt nem nyílt ki. Ugye már ebbe belenéztünk és ordított a karakter, hogy neki ilyen fájdalmai vannak, mert szeme megvakult, és hogy ezt miért csináltuk. Erre eljöve itt a nem van semmi, és itt látjuk is, hogy mind a kettő fölmegy oda, úgyhogy annak ott ki kéne lennie nyitva, elkülönben nem tudnánk tovább haladni. Errefele van a hajó, aminél meghallgattuk a halásznak a dolgait. Ezt megcsináltuk, mert ez kinyílt. Ezt meghallgattuk, illetve ezt megcsináltuk, mert ez szintén kinyílt. Azért borult fel ott a sakbábú, hogy végigmentek a részeken. Ezt végighallgattuk, hogy ez megvolt. És errefele meg a nem van semmi kategória, mert ott az följött ide. Meg átjöttünk ide, itt elsüllyesztettük az összes hajót. Ezért kinyírtad a lenti, mivel le tudtunk ide jönni. Viszont ez itt nincs nyitva. És itt halljuk a zenét is. Nincs hova rajzolni, hogy jó legyen. Ja, hát akkor most végigléptetem azt a végjátszás videót, megnézem, hogy mi van, majd visszajövök, vártam egyet. Na, hát elviekben itt az történik, hogy csal a játék olyan téren, hogy ezt itt kinyitottuk, meg ez itt nyitva van. És akkor itt adja magát, hogy S2E. Na, és akkor ezzel kell szórakozni. Annyit már elővök előre poénnak, hogy itt a legkevesebb mozgás kell. S2E. Itt pixelenként megyünk, S2E, akkor innen, igen, mert mindig más színű pixelt viszünk. A legjobb, ha a helykihasználással úgy megyünk a kígyóval, hogy itt jó legyen, egyesével is lehet kattingatni, ennek köszönhetően simán mellé kattintottam. Jó. Igen. Nagyon retro chill zene. Az megvan, akkor oda megyünk. Éppen itt le. Oda bemegyünk, még véletlenül se akarjon oda rakni a jövőbe senkit nekünk. Úgyhogy itt akadtam el az előbb, hogy
ezt a részt én nem nyitottam ki. Úgyhogy nem bugoltunk be szerencsére, csak simán nem vettem számításba azt a részét a játéknak, hogy bizony ebbe az irányba is van út. Szépen vissza. Itt erre. Nem tudom, miért görcsöl a kezem. Ráfeszül az egérre, és darabos lesz a mozgás kultúrám, aminek köszönhetően rágörcsölök, pedig nem egy vasillos. Szerintem, főleg, hogy Alienware egérre játszok, ami elég precíz mozgást tesz lehetővé. Jó, ez meddig folytatódik, mert oda le nem tudsz menni. Esélytelen, hát nem tudsz lemenni ide. Ez baromi jó. Most úgy gondolom, hogy ez random generáltan van megoldva. Így. Nem. Esélytelen, akkor S2E. Oké, újra kezdjük. Így. Eltől az esség. Innen erre. De se adjunk utat neki. Jó, erre kitöltjük, hogy ne akarjon erre fele spavnolni. Hey, gondolom akkor fogunk nyerni, ha már nincs hova spavnolnia. Oké, szerintem igen, akkor tiszta. Mert akkor erre be. Így legyen meg az átlója. És oda beledobott egy jelt. Nem érdekli őt, hogy ott van-e helyünk, vagy nincs. Meg kell jegyezni a kollég szerint, hogy hova lehet rakni dolgot. Mi van, ha itt átlódunk? Tessék. Hol nincs meg ott. Úgy. És akkor végig megyünk rajtad itt. Nyilván a legrövidebb pont, két pont közötti távolság, az egyenes. Aminek köszönhetően, bár a egyes fizikai megoldások azt mondják, hogy a két pont közt a legrövidebb távolság a nulla, ugyebár, de mi ezt megvétózzuk, mert hogy az egyenes, viszont nem a légvonalba lesz. Oké. Okay. Itt vissza. Igen, ott kihagytam pár pocekát. Köztesek, amiknek kell érintkezni, különben nem érzékeli, hogy adott folytatólagos vonal. A lényeg az, hogy olyan helyre kapjuk a következő eset, amit össze is tudunk kötni. Ugye előbb láthattuk, hogy összekötésre olyat kért, amit kapásból nem tudtunk teljesíteni, mert belerakta olyan helyre, amit már előtte elrontottunk, mert lezártunk a korábbi vonallal. Aminek köszönhetően nem volt arra módunk, hogy oda bemegyünk. Talán így. Oké. Okay. Akkor el itt vissza. Előbb itt volt helyünk, és oda beleszpavnolta a lehet.
Ha ilyen egyek vannak, akkor nem biztos, hogy hagynunk kéne, bár úgy látom, hogy nem nagyon hagyja meg a játékot, és már rászpavnolja az aktuálisra SE-t, az a startot és az endet, aminek köszönhetően simán hajlra vághatjuk magunkat. Tehát ez van. Valamit valamiért. Leszünk itt haverok, görcsöl a kezem. Sobra ülni. Van egy ilyen levegővel gumis párnám, aminek az a feladata, hogy gerinc ülést, pozíciódat jobban megtartsd vele, aminek köszönhetően egészségesebb tudsz lenni. Remélem, oda nem spawnolunk most be. Oké, következő oda fölmegy, és egyszerűséggel elviszik fönt. És úgy látom egyébként, hogy ahova enddel érkezünk, az lesz a start, és a maradékot rakját máshol, és akkor most ott van alul. Oké. Elég ötletes logikai megoldásokra van ez, de észre kell a területet foglalni, már is basztarintottam. Jó, egy jobb gombbal vissza lehet hozni az utolsó takaszunkat, tehát a checkpoint rendszert is bele lehet látni ebbe a dologba, hogy ott éppen mit művelnek. Tehát az aktuális pirosat vissza lehet vonni. Oké. Hát itt kizárásos alapon baromi egy kört tudunk tenni, mert ha erre megyünk el, akkor is egy nagy kört teszünk, ha erre megyünk el, akkor is egy nagy kört teszünk. Bízom benne, hogy az az irány jobb lesz, de gondol, nem. Akkor maradunk ebbe az irányba, pixelről pixelre végig megyünk. Kilódok, hogy kéne venni egy popfiltert erre a mikrofonra, mert ezen nincs. Bár elvileg aktív zajszűréstől kezdve minden krumpli főzeléket tud. Úgyhogy szépen pixelről pixelre. Azért vicces, hogy ez egy alig fél órás, 40 perces játék, azt már több mint egy órája szerencsétlenkedek vele. Tehát amúgy jó. Vicces volt maga a sztorinak a fordítása az előző részből, mert több mint 100 szöveg volt benne, amit lefordítottam. Bízom benne, hogy jobb vele. Hol nem érintkeznek a zár. Az itt végigírható. A Victory, meg lett. You have learned to waste to the snake. Jó, ez megvan. Az eredmény, bekapcsoltuk ezt a kábelt, úgyhogy végre innen tudunk tovább haladni. És ez szépen fölmegy oda, úgyhogy megám. Úgyhogy ennek köszönhetően kinyílt ez az ajtó, ahol itt van üdítő, ha valaki megszomjanna, van sárga zöld, szürke piros szürke, zöld fekete piros fehér és kék sárga fehér ital. Dugolni nem tudunk, ugrani tudunk nagyot. Ott egy jó kis retro Nintendo konzolunk tánzat, távirányító pár nyitott üveg, egy pohár, és itt a Pony Trail Thanks a Lot Back Edition. Ez jó pofa, erről mehet is a print screen. Akkor mondom, ugyanúgy S2E, nincs is S betű benne, de van. Van S, S2E.
házad. Ponytail, ponyfarok. Köszönet. Meg kiadás. Más nincs. Szóval ez kéne? S2E. Start the game. Ó. Oh. S2E. Minden S2E. Na, milyen komoly játék van itt, kérem szépen. Igazi 86D-be nyomjuk. A Vertex. Vexel grafikás. 2D poén, 300 pontunk van. Ó, még tovább is megyünk. S2E, nem sikerült, nem sikerült. Ese. Ese elmozog. Ese. Nem sikerült. Sikerült. Tovább jutottunk, oké. Nem tudom, meddig kell eljutnunk. S-E, sok időnk nincs rá. Sikerült, nem sikerült, nem sikerült, nem sikerült. Megvan, az nincs meg. Kétszer mentek föl, ennyi. 425 pont. Oké, kinyílt az ajtó egyébként. Így. Bejutottunk ide, ahol nem jutottunk át, mert akkor ezt az ajtót innen kell kinyitni. Értem, szóval akkor jó. Direkt nem a végjátszás alapján játszok. Én azt hittem, hogy ennek kellett volna előbb kinyílnia, aztán ennek. Errefele mi van? Azon kívül, hogy a forró vizet a kopaszra elven itt vannak kijönthető hordok, és ott a házikó. Itt is ez kinyitható. Illetve ez bekapcsolható. Akkor menjünk sorba, kezdjük ezzel. Összekötjük ezt itt. Ezzel. Itt hang alapján kijön valami, aha. Oké. Okay. Kinyílt a teteje. Az ott forog. Azon is kinyílt egy másik olyan, és elkezdett abba az irányba menni. Mi van, ha... De hogy tudsz oda fölmenni? Nem lehet rád rajzolni. Mondom, annak oda föl kéne mennie. Ez az, amit mondtam, hogy a túloldalon azt kapcsolja ezt be. De most miért nézel föl? Meg hogy váltottál föl? Oké. Kicsit lejjebb, nem? Az ott följön. Az beleengedi, és ott is van. Akkor az ott meg van csinálva a túloldal, kérem szépen. Akkor menjünk be ebbe a kastély részbe, gondolom ez csak átvisz a túloldalra, én arra tippelnék. Ez is egy ilyen bonyolult, gyors ajtó, mint a másik, ami lent kihoz minket a játékgépnél. Pontosan. Átjutottunk ide, itt már jártunk, csak akkor most már ebbe az irányba ez ki van nyitva. Nincs már sok a játékból, hogy erre fele jövünk, azt meghallgattuk, és akkor ezt ki kell nyitnunk úgy, ahogy eddig csináltuk, végig kell mennünk a részeken a szögek szerint. Ez azt jelenti, hogy a hordnak csak kettő van. Aztán ennek három. Majd ennek kettő, három. Öt.
majd a másiknak még több. Hogy és az endig kéne eljutni. Próbálkozunk. Először is bejövünk erre. Egy. Utána szerintem kettő. Majd hét, ha annak számít. Ez 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. A elviekben Denigan mert elrontottuk, ahogy kellett volna elkezdeni. Három. Levisztottam. Nincs. Beberhoztam. Öt. Itt mellett. Két. Ő a nyomat. Ő a 9. És 10. Na hát tökéletesen megtanult számolni. Kinyílt ez a rész? Na hát nagyon szép lett, szerintem nekem tetszik, és örülök, hogy elsőre sikerült ezt összerakni, kilogikázni. Erre jó sötét van, de hát menjünk fel a fény fele. Jó kis középkorba illő neon a plafonon. Igen. Az úgy Nice, S2E. SE. Hány SE van? Igen, az úgy parcsú. Akkor hogy tudunk menni? Erre jön. Erre át. Ezen át tudunk jönni. De át tudunk jönni. Át, hát. Viszont nem tudjuk át. Akkor erre egy kicsi labirint erőség. Se tudjuk itt összekötni, hanem erre. Várja, itt lejött. Igazán, tehát abból, hogy itt fel. Sötéten nem tudjuk át. Tudjuk használni a korábbi madzagot? Azt... Nem. Itt a falon, ki tudunk? Ki a falon? Az irányba. Erre ellen. Igen. Itt valahol át semmi. Tudunk össze haszatolni, hogy jó legyen. Várj, itt átengedett. Erre nem. Mert ahol nem enged húzni, oda nem tudunk át. Ezt itt hiába satírozom, nem tessen. Csak ez az egy pont. Csak ide hozzá. És törik, ott se jó. Ott se jó. Itt szerintem partú. Ott lenne. Azt jelenti, hogy ez itt jártunk. Ha ez itt erre ebbe az irányba elvijek be jó. Ha csak nem zavarja be azt, hogy már megy egy tél, vonal. Tehát tudunk jönni arra. Ezt a vonalat tudjuk van. Rajzolni csak
takarni. Hol tud egy errefele. De az nincs összekötve sehova. Ezt erre nem tudjuk elhúzni. Erre tudjuk elhúzni. Akkor kezdjük újra. Ez itt direktben nem. De ettől mindenképp a falon jövünk végén. Jövünk el akkor ide. Ebbe belekerülünk. Akkor innen. Eljövünk erre. Behívjunk. Erre. Látjunk. S2E. Ez akkor nem köti össze. Akkor ezek se haverkodnak itt. A régi vonalon végig megy. Hang alapján serceg gyakorlatilag nem rajzolja meg. De már most ebbe ez az izgalmas, ha rájössz, hogy akarod megoldani. Ami érdekes, ide le tudjuk, erre el tudjuk. Kettől. Aztán végig. Jelvjek be. Kész. Végig van vive. Ez is fordításra kerül. It's a giant cop. Ugyebár itt mindenképp lehetett látni, hogy mi van. Hogy a vége egyértelmű volt, hogy ez mi akart lenni. Egy hatalmas imtak, hogy úgy mondjam. Ozbad legy. Ponytail Prosper, kinek köszönhető, meg miként van, meg stb. Ugyebár a játék ingyenes. A zenére remélem nem fog ugrani a copyright, mert itt írta, hogy ki hova, merre, hogyan. De... elég rövid lett ez a befejezés már. Sportfény szonált a Beethoven-től. Jönöztük. És fölébred. Oh. Time. Hasonló laptopon volt nekem is. This has got to be some kind of whiz with the computers. Ez egy valós videó felvétel. S2E. Stack of pennies. I would never hurt you.
Let's see. Easy one. Robert Puzzle in the real life. Sikerült argumentjár érte. Ez az, ha valaki nem nyomja el a kreditset, akkor jó. Nerd shit. Nerd shit. Na, az a book. That's a book. Ah, one more puzzle before retirement. És elcsúszott a banánon, és kivág az a játék. Na és akkor milyen teljesítmény nincs meg? Érje 600 pontot vagy többet a challenge-be. Azaz a 3D-s játékba 600 pont. Jó, hát én így meg vagyok vele elégedve, hogy a ennyi archivement meglett. Vicces volt, jó pofa. Ha gondoljátok, döntsétek meg a 600-as rekordot, és akkor meg lesz az összes nektek. Ahogy látom, a játékosok felének viszont éppen, hogy csak megvan a elején elbújt kis tudsz. Ugyanúgy, mint ahogy nincs meg a játékosoknak a felénél, éppen, hogy többel, mint a belenézel a távcsőbe. És nem találták meg ezek szerint a mindannyian a sem az audiologokat, mert az még inkább arányban van. És nem csinálták meg a labirintusban lévő rejtvényt se. Volt több, kevesebb, mint a fele nézte meg a részt is, az outro-t. Úgyhogy ez úgy érdekes, ennek köszönhetően nagyon nincs végigvívve a játék. Na de részemről ez ennyi lenne. Köszönöm, hogy végignéztétek. Találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok!